Na fiúk, lányok, hellóztok, sziasztok! Elérkeztünk az utolsó vúzis küldetéshez, ami itt van San Fierroban. A következő küldetésben pedig fel fogjuk robbantani a Loco Szindikátus droglaborját, ezután pedig Big Smoke nem fog több futárt indítani Los Santosból San Fierroba, mivel a szindikátus laborja az megsemmisül, így minek indítson futárt, tehát drogfutárt. Drogfutárt, nem drogfutárt. Minek indítson megint egy újabb Patriotot, ami meg van rakodva pénzzel, hogy a szindikátus laborja felrobban, és a pénzért gyakorlatilag nem kap semmit cserébe. Úgyhogy, na, mindegy, ne rizsázzuk ezt a dolgot. Nézzétek csak, az a hogy hívják meg tükrözik is. Tükröződik is. Ha jól tudom, az nem tükröződött korábban. Az a, hogy hívják? Az a fali dísz. Ez érdekes. A Danang Boys ma érkezik egy hajóval. Little Leonék utána néznek. Nekem is menni kéne. I'm a handless for you, all right? Thanks, my friend. Your help and friendship has been invaluable to me. Aha, segítséged és a barátságod felbecsülhetetlen számomra. Aha, ennek örülök. We're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Aha, ha minden jól megy, a héten még ránk csörög és meghív minket az új bandájába. Az új bandájába, lényegében az új bandájába, ami Las Venturasban lesz, fiúk, lányok. Mert lényegében Woozy létre fogja hozni a Las Venturasi triádot. Van San Fierrói triád, meg van Las Venturasi triád, ami Las Venturasban lesz. Uff. Jó, azt átállítsuk, mert nem akarok copyrightot kapni. Zárva és töltve. Na, adjunk nekik! Konténereken vannak. Lőjük szét őket. Királyság, leszedtem mindenkit. Ajaj! Rakétavető! Hát nem tudtam leszedni. Készülj az ütközésre! Ütközésre? Ez fájt. Minden elveszett, csak a kés maradt. Hát ez marha jó. És a helikopter meg elmerült. A triádó, ami meg volt benne triádos, az sajnos meghalt. Vannak túlélők? Senki nem jut ki élve. Ó, hú. Menj a hajótestbe, légy olyan halk, amennyire csak lehet. Francba. Legyek olyan halk, amennyire csak lehet. Hát, az a baj, hogy halk meg nem leszek, inkább lövöldözök. Viszont csak egy shotgunom van, az meg nem ér olyan sokat. Az összes fegyverem elveszett a vízbe. Úgyhogy próbálunk egy pár Tech-9-est összeszedni, hogy fegyverhez jussunk. Hát ez még mindig kevés, de ma lesz több lőszer is. Mindegy, egyenlőre lopakodjunk. De amint oda fölmászunk, így is úgy is észre fognak minket venni. Oké, eddig jók vagyunk. Úgyhogy ennyit a lopakodásról.
Az életről meg elég csúnyán lement. Súlyúj, nem állok jól életerőgyileg. Sürgősen kéne plusz életerőt szerezni. Jó, mindegy, nem lopakodok most már. Ennyi? Hú, ez az! HP! Hú, már jobban állok most már. Na, még több lőszer. Oké, gyerünk a hajótestbe. Lényegében ebbe a küldetésben ki fogjuk szabadítani a túszakat, amiket a vietnámiak foglyul ejtettek. Lényegében a vietnámiak azt ígérték nekik, hogy, hogy eljuthatnak Amerikába ingyen, de ehelyett meg dolgoztatni fogják őket az útért cserébe. Nyitd ki a menekültek őrét. Hát itt van a migránsok, fiúk, lányok. Lehet, hogy az lesz a résznek a neve, hogy mentsük meg a migránsokat. Lehet, hogy ezeket is Soros György. Lehet, hogy ezeket is Soros György küldte. Ha már migránsok. Tudom, a Soros Györgynek dolgozol! Istenem, bazdmeg ezt a fasságot! Soros György! És komolyan készíti azt el, hogy ilyen, majdnem egy ilyen 90 éves ember a migrációt támogatni fogja, hát... Na. Franco. Kígyófejök átvágtak minket, foglyok vagyunk. Kérem, segítsen elmenekülni. Igen, és tényleg átvágták őket. Szerencsétlenek. A kígyófej fent van a hídon. És az a főnök, az a Dánánk Boznak a vezetője egyébként. Aki esetleg kíváncsi erre. Ez az öregember, az az öregember vezeti a Dánánk Boyst. És igazság, és az az öregember vezeti a tornatermet is, az edzőtermet, vagy az edzőtermet, azt a kung fu iskolát, ahol ugye voltunk a Samandrász live, hát Samandrászoztunk, de a 200. feliratkozó alkalmából tartott live-ba voltunk ugye az edzőterembe. Ugye itt mi? És ez tanított meg minket harcolni. Ez tanította nekünk az új harci mozdulatot. Elég, itt jó lesz. Hát ez ennyi volt. Egy fejjel kevesebb. És szereztünk egy katonát. Jó, lecsaptuk a fejét. Na, már csak el kell menekülni, és a túszok csónakokat fognak engedni a vízbe, és azzal el tudunk innen, menni. Köszönünk mindent. És elmennek.
Zsír. Jól van. 15 ezer dollár. Majdnem 20 ezeret kaptunk a küldetésért. Azért nem semmi. Na és ennyi volt. Ez volt az utcsó búz is küldi. Noppá, triádosok itt a Rifának a területén, mert a Jizzy klub, mert Jizzynek a klubjának a környéke, az a Rifának a területe volt. Csak megcsináltam Save Game Editorral, hogy a Rifának, hogy a Rifától elvettem ezt a területet, és odaadtam a triádnak. Csak a garázsunknak a környékét adtam meg a Rifának. Már csak azért is, mert lesz majd egy pár olyan autó, például a Stallion, ami kell majd az import-exporthoz, és azt meg pont, hogy vezeti a San Fierói Rifa. Úgyhogy már csak azért is, hogy már csak azért hagytam meg azt az területet a Rifának. Miután lezajlott az import-export, utána azt is el fogom tőle venni. Realisztikusabb szerintem, hogy a San Fierói Rifát eltüntetem, mert az a banda megsemmisül, hát nincs vezetője már. Akkor hogy működik tovább? Na nézzétek, itt vannak a rifások. Konyó. Na, jól van. Hova mentsek? Jó, van, ide jó lesz, és akkor kezdjük a következőt. Jéjké, bum bum. Te egy kibaszott hős vagy itt Elesben. Épp most beszéltem az unokatesómmal. Vannak pajtársaim, akikkel együtt lógtam, most meg ellenem fordultak. Kibaszott Ráder ember, az én pajtásom volt, és én megöltem. Lasso tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man. But... Cheer the fuck up. You're going soft on me, man. You did something good, eh? Tettünk valami jót. Igen, megtetted, de ezzel még nincs vége. Nos, az egykori barátainak van egy gyáruk, és ahogy látom, sikerült ki, és ahogy látom, ha sikerült kiiktatnod, kiiktathattad őket az üzletből a jó célért. Uh-huh. Ez jó, ezt elég értelmesen olvastam föl. Aha, Woozy-nak dolgozik a fickó. Oké. Menjél szállj be a kocsiba a bomba műhelynél. Nos, az egykori barátainak van egy gyáruk, és ahogy látom, ha sikerül kiiktathattad őket az üzletből a jó célért. Nem az, hogy kiiktathatod. Az elég, akkor jól látom, hogy tényleg ilyen értelmetlenül van írva. Legalábbis nekem tűnik értelmetlennek. Na, a következő lesz. Meg fogjuk semmisíteni a szindikátusnak a laborját, a kábítószer laborját. Úgy, ahogy van, az egészet felrobbantjuk, és ezzel Big Smoke le fog állni a szállítmányok küldésével, a pénzszállítmányok küldésével. Hey man, is it ready? She's all set. Get in. She's packing enough to take out that crack lab. Eleget pakolt, hogy felrobbantjuk ezt a crack labort. Cool. Good luck.
Királyság. Pakold le a kocsival, parkold le a kocsival a kreklaboron belülre. Na, Franco. Eleget pakol, elég robbanószert pakolt a kocsiba, hogy fel tudjuk robbantani a kreklabort. Öld meg az őreket, majd ez majd felkelti a figyelmüket. Ez egy ütés! Ez egy ütés! Mi az, hogy ez egy ütés? Nyisd ki a kapukat és végezd ki azokat a kerekótya... Micsoda? Nyisd ki a kapukat és végezd ki azt a kerekótya faszt, haver! Nyisd ki a kapukat és végezd ki azt a kerekútya faszt, haver. Annak még dupla pisztolya volt. Használd a rámpát, hogy bejussok reklaborba. Parkol le a kocsival a vegyi konténerek közelébe. Fú, mennyi kábítószer van itt, bakker. Jó, aktiváljuk a bombát. Tűnj el a raktárba, mielőtt az idő lejár. Hú, van körülbelül fél percünk, hogy eltűnjünk. Jó, ne szarozzunk sokáig. Áh! Boom! És ennyi volt. Hát... Ennyit a kreklaborról. De hogy tudod egy... Jó, hülyeséget mondok egyébként, mert... hogy mondjam... Mert ott voltak a vegyi konténerek. A vegyi konténer miatt robbant így fel az egész. Nem a jármű bombától. Na, itt az erősítés nagyszerű. Jó, kifogytam a pisztolyból. Menj vissza a garázsba. Ennyi. 25.000 dollár a küldetésért. És ezzel megsemmisült, tényleg végérvényesen megsemmisült a lokószindikátus. És fiúk, lányok, innentől fogva több ilyen fő küldetés nem lesz San Fierroba, kivéve a garázsos küldetések. Azokat megcsináljuk, az ilyen 3-4 küldetés, utána tényleg befejeztük San Fierroban a fő küldiket, már csak az import-export lesz, a fotók megcsinálása, és... Mert még talán a stric is mellé küldi. Még azt is meg kell majd csinálni. Igen? Speak on it. This is a friend of yours. A
Információim vannak a bátyádról. Gyere a farmra és elmagyarázom. A Tierra Robadában van, a Garvey hídon keresztül délre. Most nem beszéltek, vonszold ide a segged. És nézd, mi történt azzal a kurvával. Kurvával? Lekurvázta az anyánkat.